gép rázza a megyfát, így hullik a gyümölcsös zöld ponyvára. Onnan kerül egy fotószalagon a konténerekbe. Hiába van gépesítve a megyszedés, emberi erő és odafigyelés is szükséges hozzá. A mezőgazdasági idény munkára általában egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmaznak munkavállalókat a gazdák. Ebben az esetben érdemes a dolgozóknak ellenőrizni, hogy valóban bejelentették-e őt az adóhatóságnál. Mondta 35 perci műsorunkban Magyar Norbert, a NAV vármegyei sajtóreferense. Ha megkezdik a munkát, akkor ugye a munka megkezdése előtt még aznap be kell, legkésőbb aznap be kell jelenteni a foglalkoztatottakat. Ugye ez nagyon sok esetben nem történik, meg általában idénymunkák esetében szokott ez ilyen napszámjellegű mezőgazdasági munkáknál előfordulni. Ezeket ellenőrizzük. Természetesen itt a kockázatos munkáltatókat már előre kiszűrjük, illetve próbálunk azokra fókuszálni helyszíni ellenőrzés nélkül, akik esetlegesen már megjelentek a látókörünkbe. Nagyon fontos, hogy munkavállalás előtt érdemes tájékozódni, hiszen a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak a honlapján az adatbázisok rovatban megtalálhatók azok a foglalkoztatók, akik szabályszerűtlenül foglalkoztatják a munkavállalóikat, tehát nem jelentik be, vagy a járulékaikat nem fizetik meg kellőképpen. Érdemes arra azért kitérni, hogy ha esetlegesen a munkavállaló úgy érzi, hogy a járulékok levonásra kerülnek, és ő azt gondolja, hogy szabályszerűen történik a bejelentés, akkor is lehet, hogy érdemes utána nézni annak, hogy biztosan minden befizetés megtörténik-e, nem csak esetlegesen a levonás. Ezt is megteheti. Ügyfélkapun keresztül megteheti? Így valaki rendelkezik ügyfélkapuval, az mindenképpen azon érdemes megtenni, hiszen sokkal gyorsabban és könnyebben kap információt, mint hogyha az ügyfélszolgálaton érdeklődik, de természetesen ezt is megteheti. Az idénymunka bejelentése egyszerű, de érdemes a munkaadóknak is odafigyelnie. Szabályok rögzítik ugyanis, hogy egy héten, egy hónapban és egy évben összesen hány napot dolgozhat így egy munkavállaló. Nagyon fontos megemlíteni, hogy egyszerűsített foglalkoztatás keretében azt is érdemes megnézni, hogy mennyit dolgozott egy adott időszakban, hiszen egy héten 5 napot dolgozhat egy ilyen munkavállaló, egy hónapban 15 napot és egy évben 90 napot, tehát ezt érdemes szem előtt tartani, mielőtt ezekben a munkákat elvállalja, hiszen ugyanúgy a munkáltatónak is tájékozódni kell arról, hogy ezeket nem merítette ki a munkavállaló, hogyha kimerítette, akkor természetesen tovább foglalkoztathatja, csak akkor szabályszerűen a munkaviszony keretei között munkaszerződést kell kötnie. Idény munkára, például fesztiválokra gyakran alkalmaznak diákokat és a rendezvényszervező cégek. Ebben az esetben a NAV illetékese azt ajánlja, hogy diák szövetkezeten keresztül vállaljanak a tanulók munkát. Így ugyanis szinte biztosan rendben lesz a foglalkoztatás és a bejelentés.